Jó estét kívánok, ez a Civil Kör. Az európai parlamenti választás közelettével érthető a kampányláz, a türelmetlenség és az izgalom fokozódása, de ami most kell, az csigavér, higgadság. Így reagált a miniszterelnök a Magyar Nemzet új szövetsége című vezércikkére, amely szerint a Fidesz előtt nincs más út, mint a néppártból való kilépés. Emmanuel Macron tárgyalásokat folytatna az unió reformjáról, Orbán Viktor szerint a francia elnök javaslata egy komoly európai vita kezdetét jelentheti. Venezuela drámájáról, hazatérő honfitársainkról forgatott filmet kollégánk Tóth Gábor. Vendégeim a Civil Körben Németh Alajos rockzenész, Simon János politológus és Trombitás Kristóf publicista. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük akkor ezzel a vezércikkel, ha megengeditek, akkor szó szerint idéznék belőle. A néppárt a szocialistákat és a liberálisokat választotta, nekik akar megfelelni, a Fidesznek egy útja maradt, az új szövetség útja. Orbán Viktor és a Fidesz lépjen ki az Európai Néppártból és kössön szövetséget Matteo Salvinivel, az Osztrák Szabadságpárttal, valamint a Lengyel Kormánypárttal. Ez ma Európa és a magyarság érdeke. Erre reagált Orbán Viktor eképpen: csigavér, nyugalom, türelem. Mit gondoltok? Hát azt szerintem senki előtt nem lehet kétséges, hogy a nyugat-európai mainstream jobboldal az lényegében egyenlő a nyugat-európai mainstream baloldallal. De ez nagyjából 100 éve így van. Tehát a baloldal és a különféle felforgató erők a politikai centrumot az elmúlt évtizedek folyamányaképpen annyira baloldalra tolták. Lényegében a mostani centrumban a maoisták foglalnak helyet, a mostani mérsékelt jobboldalon meg a mérsékelt trockisták. Tehát nagyjából a nyugat-európai politikai viszonyok azok így állnak össze. És egyébként meg kell jegyezni azt is, hogy azok az európai értelemmel konzervatívok, ami szerintem már egy szitok szó, és az európai értelemmel konzervatív az valójában az áruló konzervatívval egyenlő. Hát zárójában megjegyzem, mert ez egyik legjobb példa David Cameron, aki ugyan 2009-ben kivitte a pártját az EPP-ből, de az a konzervatív, aki folyamatosan a baloldalnak akar megfelelni, aki még az azonos neműek házasságát úgy is átviszi a saját törvényhozásán, hogy a saját frakciója kihátrál mögüle, és a munkáspártiak és a liberálisok szavazataival lesz meg. Tehát lezárva ezt a kis kitekintést, nyilvánvalóan látszik, hogy az EPP nem jobboldali elvek mentén szerveződik, nem jobboldali embereknek akar megfelelni. Csak a helyzet az, hogy ez nem egy új történet. 10 éve ugyanígy volt. Az nagyon jó, hogy a Fidesz-KDNP ezt egyre inkább észreveszi, és egyre inkább kifejezi ezzel kapcsolatban az ellenérzését. Ugyanakkor ez nem egy új történet. És ami a folyamányát illeti ennek az egésznek, ugye a Magyar Nemzetben megjelent kiáltvány, és arra miniszterelnök úrnak a szavai, szerintem itt abszolút most tényleg a kivárás politikája kell, hogy érvényre jusson. Kampány időszakban nem érdemes ilyen kockázatos, újító cselekvésekbe belemenni. Ez kifejezetten a győzelem után lefolytatható különféle mahinációk eredménye, hogy új pártcsaládot alapítani, eddigieket megreformálni. Meg kell várni a májust, meg kell nézni, hogy ott mik lesznek az újabb erőviszonyok, és annak függvényében dönteni arról, hogy most akkor valóban nekünk maradásunk van az EPP-be, vagy pedig az említett urakkal esetleg érdemes-e egy olyan eddigi még nem látott pártcsaládot alapítani, ami esetleg még többségbe is kerülhet. Hadd egészítselek ki, ha kitartás is, vagy kivárás, de kitartás is, tehát hogy azért nem feladva semmit, amit eddig kommunikáltak. Most itt azért megemlíteném, hogy hatott a szer. Hatott a szer, vagyis a civil szervezetek vegyszere hatott. A civil szervezetek annyira beépültek a egyetemekre, iskolákba, munkahelyekre, mindenhova, hogy teljesen maguk mellé állították a társadalmakat, a nyugati civilizációkat. Nem is tud és nem is akar másképp gondolkodni az ott felnőtt, most már nem fiatal, hanem idősebb generáció, hiszen jó módban élnek, igazából nem zavarja őket a törvényhozás, nem is vesznek részt benne nagyon. Egy biztos, ha valaki zavarja az ő köreiket, az pont a Fidesz. Pont a Fidesz, aki egészen máshogy gondolkodik, más jelszavokat tűzött a zászlajára, mint ezek a civil szervezetek, ő még mindig a nemzetállamba gondolkodik, még mindig a kereszténységbe gondolkodik, a családba gondolkodik, milyen kőzáporzódott Orbán Viktor a Svédországból is, amikor a család támogatás bejelentett, hogy milyen óriási előnyökkel jár az, aki nagy családot alapít. Tehát nagyon nehéz higgadtnak lenni, és mérsékeltnek, és nyugodtnak abban a helyzetben, amilyen helyzetben most per pillanat az Európai Unió van, egy ilyen nagy választás előtt, ahol az a tét, hogy lesz-e migráció, vagy nem lesz migráció, vagyis megmarad Európa, vagy nem marad meg Európa. Tehát
most én pont azt látom, amit már annyiszor elmondtam, hogy látjuk, hogy a nyugat a zsírjába fullad, mi meg a nyomorúságunkba, mert igazából nem nagyon tudsz lépni, mert az egy olyan csatorna, ahova tartozunk 1000 éve, és nem tartozunk mégsem oda 1000 éve, mert ők nem fogadtak el. Mi elfogadtuk őket, és mi tényleg szeretünk ebbe a családba családtagnak lenni, de ők mindig mostanában gyerekként néznek ránk, és fognak is nézni. Hát én úgy gondolom, hogy mindaddig, amíg a szuverenitásunkat, függetlenségünket meg tudjuk tartani, nem fogunk a zsírunkba fulladni. Szegénységben. Nem, mi a nyugat fogunk. A zsírunkban, mi a szegénységünkben. Nem fogunk belefulladni, mert az a tartás az ad nekünk mozgásteret is, lehetőséget is. Úgyhogy a küzdelmeket folytatni kell. Úgy gondolom, két típusú politikus van jelenleg az Európai Unióban. Az egyik, amelyik harcol azért, hogy valamit tegyen, hogy építsen valamit, hogy megvalósítson egy koncepciót. Többek között Orbán Viktor is ilyen, és a fideszesek is ilyenek, tehát céljaik vannak megvalósítani. A másik típus, aki azt mondja, hogy én valami akarok lenni, vagy valaki akarok lenni, nekem pozíció kell, ezért hajlandó vagyok feladni bizonyos korábbi elvi álláspontokat. A Bajorok képviselője például ilyen, mondhatnék még jó néhány ilyen olyan dolgot, aki Juncker maga is ilyen, hogy inkább a pozíció fontosabb, mint a korábbi elvei, vagy keresztény demokrácia. Juncker fényévi távolságra van ma a keresztény demokráciát, ott tegyük hozzá. Sajnos a egykori Kohli néppárt az már önmagának csak árnyéka. A néppártban sokkal több a liberális, sokkal több a baloldali felé kacsintó, önmagát pozícióba helyezni akaró politikus. Ez az alapprobléma. A másik gond, amit én látok, hogy az Európai Unió alapvetően strukturális válságban szenved, strukturális, intézményi, procedurális, tehát egy sor dolgot meg kéne újítani. Képviselet, demokrácia, deficit és így tovább. De ennek az akadálya, hogy olyan politikusok telepedtek rá, akik lefagyasztják ezeket a mozgásokat. És elsősorban pont az a probléma, hogy baloldali, szociáldemokrata, szocialista, liberális politikusok, akiknek réges lég a koncepciók már semmilyen érvénnyel nem bír a társadalomba, azok dominálják. Innentől kezdve, tehát többséget alkotnak, többséget kapnak. Innentől kezdve bármilyen mozgás is rendkívül nehézé válik. Azt gondolom, az egész szövetségi politikát újjá kell alakítani május után, tehát én azt mondom, hogy várd a májust, kedvesem, nem azt, hogy ne várd a májust, tehát igenis, május után lehetséges ez. Addig nincs értelme lesre futni. Tehát azt gondolom, egy nagyon okos dolog az, hogy van alternatívánk utána is, tehát bárhogy alakuljon, vannak lehetőségek, a valóság mindig kínálni fog. Úgyhogy nem fog elveszni se ez az ország, se ez a szándék és akarat, amit Magyarország képvisel. Egyébként meg messze a legnagyobb legitimitása van az Európai Unióban a Fidesznek. Tehát 54%-kal nincs olyan párt, amelyik 40% fölött lenne jelenleg. Tehát 30 és 40 között vannak a többi pártok. A saját országokban támogatottságot tekintve. Ez intő példa, és ez azt hiszem adhat a Fidesz számára egy nagyon erős önbizalmat. Ugye várhatóan március 20-án döntenek erről majd. Manfred Weber 3 feltételt is szabott, az a plakátkampánnyal kapcsolatos, a bocsánatkéréssel és a CEU megmaradásával. Utóbbit nehéz értelmezni is. Hát egyrészt kicsit rákapcsolva a János által mondottakhoz, hát valóban ez a lényeg, amit szerintem minden választónak is látnia kell, hogy a néppártban, főleg annak a vezető rétegében szinte kizárólag már olyanok maradtak, akik folyamatosan a baloldalnak hajbókolnak, és a baloldal elismerésére vágynak ahelyett, hogy a saját nemzeti konzervatív keresztény demokrata értékrendük szerint léteznének. Ez az egész mizéria is, ami a Fidesz állítólagos ilyen kizárási kísérlete körül forog, amiből zárójelben megint csak megjegyzem, nem hiszem, hogy valaha is bármi lenne, nem hiszem, hogy emögé többséget azért fel tudnák sorakoztatni a műsor végén. Ez az egész hajcú és csak azért zajlik, hogy a baloldalnak mutathassák, hogy látjátok, mi vagyunk a jobboldali jó fiúk. Mi még mindig arra hallgatunk, amit ti mondtok, mi még mindig annak a szellemében játszunk, amit ti mondotok. Ez egy megfelelési kényszerből véghez vitt cselekvések. Ezt az ultimátumot illeti, hát számomra ez azért nevetséges, mert mindig elmondják, hogy Soros semmiféle szerepet nem vállal az Európai Unió ügyeiben, pláne nem a néppárt ügyeiben, viszont Weber a három legfontosabbnak tartott pontjából az egyik az, hogy a CEU maradjon sértetlen, ami hogy nem Sorosnak az érdekeltsége. Tehát, hogy milyen furán összefüggenek a dolgok, amiknek valójában persze semmi közük nincs egymáshoz. Milyen érdekes? Na ugye itt kiderült, hogy ki a karmester. Van két karmester, meg egy első hegedűs, vagy egy zeneszerző, egy karmester és egy első hegedűs. Gitáros is benne? A két nagy vezető, tehát a szerző és a karmester az New Yorkban és Londonban
vezényel, az első helyet is pedig itt húzza az Európai Unióban, de ezeket igazából nagyon nehéz nevesíteni, mert mind a három művész a külgazdasági kapcsolatoknak a szövetségében ücsörög vezető pozícióba állt, ezek a nagy pénzhatalmi világelitnek a gyűjtőhelyei, és ők mondják meg, hogy mi legyen az Európai Unióban. Amit a Manfred Webertől hallasz meg, amit a Junckertől, az már visszhangja annak, amit régeség kitaláltak és régeség megkomponáltak, és ezt a forgatókönyvet játsza most is az Unió. Nem véletlen az, hogy miért lett ennyire baloldali, miért lett ennyire liberális, nem ők találták ki, az eszmét sem ők találták ki, viszont a végrehajtás rájuk bízták, hogy ti hajtsátok végre, és majd mi a végén besöpörjük ennek a hozadékát, hogyha lesz egy Európai Unió, egy Egyesült Európai Unió, akkor annak majd a bevételt mi szépen bezsebeljük. Tehát az egész erre megy, azért is gyengítik a migrációval az európai egységet, illetve a szellemi egységet. Szerintem úgy, hogy akárki bármit mond ebben a körben, az ő szava már csak egy visszhang ahhoz képest, ahonnét ez jött, és ahonnét jött, azok nagyon nagy erők. Ha ennél a képnél maradunk, akkor ebből nehezen lesz örömóda. Nehezen lesz, igen, köszönöm szépen a befejezést valóban. És annyit hagyj jegyezzek meg, és ez véletlenül sem a néppárt védelmében, de azért azt is el kell ismerni, hogy legalábbis eddig a pontig azért kifejezetten jól jött az a védőháló, amit a néppárt jelentett a Fidesznek. Tehát ez egy állandó fixaidám, hogy lehet bármilyen a néppárt, de mégiscsak a vezető ereje jelenleg az Európai Uniónak. Az az erő, ami a folytonos vegzálás közepette is, azért javarészt megvédte a Fideszt. Tehát mindig eljutottunk egy pontig, de azon túl azért soha nem sikerült eljutni. A megnéző Kaczyńskiékat sokkal több vegzálás érte az elmúlt években, és miért érte sokkal több? Mert nem tagjai ennek a pártcsaládnak. Tehát azért látnunk kell az előnyeit is, ha bár egyre kevesebb van ezekből az előnyökből, de azért származott jócskán előny is abból, hogy a néppárt frakciójában voltunk. És ezért mondom én azt, visszatérve még a kiáltványhoz, hogy márciusban, két hónappal a választás előtt, tehát nem érdemes kivont karddal nekirohanni akár fejjel a falnak, mert nem tudhatjuk, hogy mi lesz májusban. Ne adj Isten, még az is lehet, hogy semmifajta olyan átrendeződésre nem kerül sor, amiben most bízunk. Hát a nyugat-európai emberek feje annyira ki van mosva, annyira domestikálták őket az elmúlt évtizedek, hogy engem egyáltalán nem lepne meg az se, hogyha semmifajta komolyabb átrendeződés nem lenne. És akkor itt állnánk, bocsánat, letolt gatyával, aztán várnánk, hogy mi lesz velünk. Szóval májust mindenféleképpen meg kell várni a komolyabb döntésekig. Tehát abban nem várok lényeges áttörést, hogy a migráció támogató vonulat nem fog lényegesen meggyengülni. Rendkívül erős a média támogatása Nyugat-Európában a migrációnak. Nagyon erős Németország, a német sajtó egyébként. Legutóbb az egyik, a média figyelőnek volt egy sajtótájékoztató, hogy elmondták, hogy Magyarország a legtöbb hamis információt és kétes információt éppen a német sajtóban olvashatjuk. A legobjektívebbek a szerbek, a szlovákok, a lengyelek és a spanyolok. Ez egy érdekes megfigyelés egyébként, de hogy pont a német, amelyik véleményformál, és ami megy utána ennek alapján Nyugat-Európában sok mindenki utána, ez elgondolkoztató, na meg a francia. Tehát ez a kettő. A Spanyolországon például a spanyol konzervatív párt, a néppárt az egy az egyben ellene szavazott a Sargentini jelentésnek. Tehát kapott is érte a szociáldemokratáktól bőven a spanyol parlamentben, de alapvetően kiállt a Fidesz mellett. Csak ezt akartam mondani, megerősítve, hogy itt van egy néppárti kapcsolat, de van egy személyes Puvoári és Orbán Viktornak, hiszen időnként Orbán Viktor az ABC-ben, a konzervatív újságban interjúkat ad, egész oldalas interjúkat, és bemegyek Kordobába egy boltba, és a boltostól hallom, hogy nekünk van egy hazafi miniszterelnökünk. Meglepődök rajta, mert ő olvassa az újságot, tehát gratulálva mondja ezt. Tehát ennyire meg ez a tudat azért heterogénebb. Németországban sajnos azt kell mondanom, hogy nagyon erős a Magyarország ellenes sajtó, és ez túl van manipulálva. Az elhangzott a héten, hogy ha a pártfegyelem vagy a választók általi küldetés között kell dönteni, akkor ez nem kérdés, hogy az utóbbi a fontosabb. Ez nyilvánvalóan így van. Azt hiszem, máshogy nem is lehet irányítani, vagy nem is lehet megfelelni a választóknak máshogy. De mondom, tehát kampányidőszak van. Kifejezetten arra feküdjünk rá, ha lehet ilyen fejedelmi többesben beszélni, hogy a Fidesz Magyarországon szerepeljen minél jobban, a Fidesz Magyarországon vigye át minél jobban az üzeneteit, reméljük, hogy ez soha nem látott sikert fog hozni májusban, és ezek után az összes többire ki lehet térni Európára. Addig, ameddig lehet, pihentessük, hűtsük azokat az európai ügyeket, amiknek az elintézésére most szerintem nincs itt az idő. Még egy fontos megjegyzés, hogy a számítások szerint 13-14
voksa lehet a Fidesznek. Ha 14 lesz, akkor ez a kétharmadát jelenti effektíve a szavazatoknak. Semmi köze a választási rendszernek ahhoz, hogy a Fidesz egyértelműen tényleg így dominálja az országot. Tehát hiába mondja a baloldal azt, hogy csak azért nyel a Fidesz, mert ilyen rendszert hozott meg, olyan rendszert. Európában is ilyen rendszer van, hogy az összes szavazat egybe számít, és a Fidesz itt is tudta produkálni. Tehát 51-néhány százalékos többség, ez nagyon meggyőző Európában. Azért nem akarják elhinni, hogy ez igaz, mert ez nem történik meg más országokban. Egyébként tényleg ezért lesz jó például a májusi voksolás, mert semmifajta körmönfont választási rendszer nincsen. Mindenki ennyit pontosan, az antidemokrácia. Így van, mindenki pontosan annyi felhatalmazást fog kapni, amennyi szavazója van, slussz. Ennél jobb közvélemény kutatás nem létezik. Hát nyilván persze ezután is ugyanúgy fognak folytatódni a hajcihők, de én azt mondom, hogy ilyen szempontból az ilyen listás, kizárólag listás alapon eldőlő választások a legjobb visszaigazolást adják arról, hogy egy bizonyos pártnak mennyi a támogatottsága. Na most ez szépen hangzik egyébként, amit mondtatok mind a ketten, de azt ne felejtsük el, hogy két választás is lesz ebben az évben, egy önkormányzati ősszel, az embereket kell rávenni arra, hogy menjenek el szavazni, mert ábrándozunk szépen, hogy tényleg milyen jó lenne egy kétharmados, attól függ persze hányan mennek el szavazni és kik. Tehát az embereket mozgosítani kell mind a két esetben, úgy az európai parlamenti, mint az önkormányzati választásra menjenek el, és húzzák be az X-et a megfelelő helyre. Itt az emberek a vidéki társadalomat tét igazából, mert Budapesten el fognak menni 80-85%-ban. A kérdés, hogy vidéken el tudnak-e menni legalább 65%-ban. Nem is kívánom, hogy 70%-ban elmenjen. Nem fognak ilyen magasan elmenni, mert a EP választásokat általában alacsonyabb a részvétel, de minden jelzés azt mutatja Európa más országaiban is, hogy ez egy olyan EP választás lesz, ahol mindenhol magasabb részvételre számítanak. És éppen a migráció az, amelyik meglöki ezt. Igen, a tét nagysága talán segíthet kicsit. Most érzik a tétet közvetlenül. Ha már tét, akkor menjünk egyel tovább. Európa veszélyben van Emmanuel Macron levelet írt az uniós állampolgároknak. A szükséges a demokrácia védelmét szolgáló európai ügynökség létrehozása, a Schengeni övezet reformja, az európai pártok külföldi finanszírozásának megállítása, közös határrendőrség és uniós menekültügyi hivatal. Hát bonjour, Monsieur Macron, mondhatnánk némi malíciával, tehát még talán időben. Szerintem meg ez, nem mondom, hogy veszett fejszínnyel, annyiszor elmondtam már ezt, ami ott regnál, tehát hatalmon van. Ezt elmondta sokszor, ugye az Angela Merkel-el duettben egy színpadon, mint egyedül önállóan, és látjuk az eredményét, hogy a sárga mellényes embereknek nem tetszik, amit ő most már hónapok óta. Igen. Hát ő mondhat bármit, de még a saját portáját nem tud söpörni, hogy akar más portáj előtt söpörni. Szóval ez a kérdés megfogalmazott bennem, amikor először hallottam, hogy Emmanuel Macron Európában rendet akar rakni. Hogy, ha a saját hazájába se tud? Egyébként, amiket javasol, vagy amiket felvetett, azok nem elfogadhatóak, persze, elfogadhatóak, de itt arról szól, hogy ő szeretné hallatni a hangját az európai politikában. És ő akarja dominálni. És ezáltal... Mintha ő találta volna ki ezeket. Mintha viaszkot, így van. Tehát ez egy nyilván egy szereplési aktus, nyilván média szereplés, hogy menjen keresztül Európába, miközben hát egész halvány a teljesítménye. És rüheli a nemzetállamokat, és egyáltalán ő volt az első Orbán ellenes kirohanása a franciák részről, aki azt mondta, hogy ez skandalum, ami Magyarországon történt. Igen, nem és jött el ide, körbejárta az országot, Magyarországra nem jut, úgyhogy én az a Macronnak nem vettük menteni Európát, ne ön mentse meg, ha már meg kell menteni. Nem véletlenül, hogy magukat a felvetéseket, hogy beszélni kell mindezekről, Orbán Viktor is üdvözölte, és azért lehet így mondani, hogyha Macron a tézis, akkor Orbán az antitézis, ami az európai megvalósítási javaslatokat illeti. Úgyhogy ebből is látszik, hogy megint a májusi választásra irányítsuk a figyelmet, hogy azért is nagyon fontos, hogy azok az erők kapjanak nagyobb felhatalmazást, amiknek az élén mondjuk, ha lehet így mondani, Orbán Viktor áll, mert akkor azok az ötletek és azok a tervek kaphatnak a megszületésre lehetőséget, amit mondjuk Orbán Viktorék szeretnének elérni, hogyha pedig azok a politikai erők, amik mondjuk Macron mögött összpontosulnak, akkor persze lehet, hogy szavakban mindez jól hangzik, de jól ismerjük, milyen az, amikor a baloldaliak azt mondják, hogy mit a demokrácia felügyelő ügynökség meg hasonlókat kell. Tehát ez az ilyen varsói szerződés mintájára megfogalmazott, hogy mi majd eldöntjük, hogy nektek mi a jó, ha megfeleltek nekünk, akkor rendben van, ha nem, akkor meg utánunk a tűzözön. Ez szerintem a legfontosabb ebben. Akartál valamit mondani közben, ha jól láttam? Nem, csak inkább aztán utánuk a tűz. Szóval azokat, amiket felvetett, azokat évekkel korábban, és lehet, hogy mondjuk német oldalról kellett volna felvetni, és nem willkommen politikát folytatni? Kicsit későjének érzitek ezeket a felvetéseket? Hát felperzsett határ. Tehát arról beszéltünk, hogy itt hiányzott, mivel ez egy baloldali, liberális vonulat dominálta, akár, tehát egy francia-német tengelyhez végig,
igazából egy baloldali liberális vonulatot jelenített meg, maga Merkel is személyében. Egyetlen konzervatív gesztus nem látunk Merkeltől. Merkel ennyi erővel akár születhetett volna a másik oldalra is. Hogy mi van mögötte, most hagyjuk, tegyük zárójelbe, sokan ezt elég jól kielemezték, hogy nem ér rendes családban, házasságban nincs gyereke, nincsenek, ez bonyolultabb dolog, identitás problémákat vetettek föl, ugye tudjuk a származását is, meg a hátterét is, hogy nincs igazán erős identitás NDK-ból, amiket előszedtek. Ezt megírják, akik megírják, de mindesetre a végeredmény annyi, hogy nincsen konzervatív tudata, nincsen kereszténydemokrata tudata, és ettől kezdve azok az értékrendszerek, amik a családhoz kapcsolódnak, vagy a nemzethez kapcsolódnak, vagy a valláshoz, azok hiányosak. És az egész tevékenység, a kormánya jelentős erővel, kormányában jelentős erővel bírnak a baloldaliak. És szeretné őket megtartani, ezért az egész politizása, mint hogy oda sugalna. Ez az igazi tőke mögötte. De most azt látszik, hogy egyre inkább a konzervatív erők kihátráltak. Merkel mögött és a Merkel bukásával járt. És Európában így a reformok elhaltak, a reform kezdeményezések. Az elmúlt másfél évben nem volt igazán hatékony koncepció. Tehát csak néhány dolgot említsünk, nem tudjuk, hogy mi lesz Ukrajnával. Az EU-nak semmilyen vízió ezzel kapcsolatban nincs. Nem tudjuk, hogy mi lesz Belarusziával, nem tudtuk, mondjuk azt, hogy se kiköpni, se lenyelni. Oda dobtuk Oroszországnak, Belarusziát, holott lehetett volna párbeszédet, lehetett volna közelhozni. Sokkal nagyobb veszély, ha lezárjuk a határokat, falat építünk oda, és azt mondjuk, hogy Belarusziát nincs hozzánk köze, mert akkor az oroszoknak odaadjuk. És ne csodálkozzunk, hogyha holnap Ukrajna begyalogol a lengyel határ, oroszok begyalogolnak a lengyel határig, és ilyen az egységes unió. Hát az EU tényleg egy nagyjából másfél-két éve egy helybe topog mindenfajta kérdésbe. Semmilyen reform. Valóban annak köszönhető, egyrészt ugye a Brexit teljesen lekötötte az energiákat, másrészt a megmaradó két nagyobb hatalom, Franciaország és Németország. Franciaországban adott egy olyan elnök, egy olyan vezető, aki talán ilyen kevés és minimális felhatalmazása talán még egyetlen francia elnök se bírta, amennyire kevesen támogatják. Kevesebben is buktak már meg, igen. Így van, tehát most egyre kevesebb, de eleve azok, tehát egy hihetetlen véletlen sorozata volt eleve az, hogy Macront megválasztották elnöknek. A jobb oldali a hihetetlen botránya, a bal oldal eltűnése, a második fordulóban. Jobb oldali a ostobasága, nagyon sok hibát követettek. Így van, ahogy Fiont, ahelyett, hogy eltették volna hamar, a hátsó sorokba inkább még hagyták, hogy versenyben maradjon a botrány után, hogy Le Pen jutott be vele a második fordulóba, és így tovább, és így tovább. A másik pedig, a németeknél pedig, hát Merkel igazából évek óta inkább számít egy bukott embernek, mint sem nem bukottnak, és most már de jure is a visszavonulását készíti elő. Tehát ilyen politikai vezetőktől, akik ilyen magas szinten vannak, nem lehet azt várni. És Nagy-Britanniát elveszítettük, az EU. Nagy-Britannia pedig kiesett, igen. És akkor megint a mantrám úgy látszik ez ma, hogy a májusi választásokon nagyon-nagyon sok múlik, hogy e tekintetben is merre fel lehet elindulni. Visszatérve a kérdésedre, hogy a németeknek kellett volna évekkel ezelőtt elindítani a reformokat, ugye? Angela Merkelről sokan úgy fogalmaztak, hogy ő a nagy vezetője az Európai Uniónak, és a németek a központja ennek az egész, hát nem tudom, hogy nevezzük, szövetségnek. De kérdezem azt én, hogy egy 20 akárhány tagállamból álló szövetség, hol van a szövetségben akkor, amikor a gázvezeték Berlinbe landol, anélkül, hogy egy leágazása lenne bármelyik országnál? Tehát amikor az oroszok ellen szankciókat hirdetett Angela Merkel, ugyanakkor leszerződött egy északi áramlat megkötésére, ami kizárólag csak Berlinben nyílik meg. Addig nincs egy csap se Lengyelországnál, se Észtország, se a lengyelekkel semmit nem egyeztetett róla. A lengyelek ezt úgy kezelik, mint a második Molotov-Ribbentrop paktumot. Így van. Tehát ő, mint egy közösségvezetője, Balti csak Németországra játszott, tehát egy birodalmat épített, ő azért akarja az Egyesült Európát, tehát ezt az Európai Egyesült Államokat, mert annak, mint a német-római birodalomnak Berlin lenne a központja, és meg lenne a George Orwelli 84, és onnét lehetne távvezérelni mindenkit. És ő mondja meg, hogy ki kap meleget, ki kap gáz, ki nem kap. Tehát ő erre játszott, de belebukott a migrációval, ebbe a hatalmas ambícióba, ami, hogy ő ment el tárgyalni ugye Putyinnal, amikor az ukrán válságról tárgyaltak, mindent a kezébe vett, és semmit sem intézett el, csak azt intézte, hogy a németeknek valamelyest jobb legyen, mint az összes többi ország. Tehát így nem lehet egy közösség. Bejelentett a német ipar, hogy 3 millió munkaerőre van szüksége 15-20 éven belül. Igen, de ez a 3 millió nem oldható meg kívülről Afrikából, meg az arab országokból, mert azok nem olyan munkaerők, mint amit az európai munkakultúra megszokott. 10%-a lesz munkaerő, effektíve
90%-a pedig élősködni fog a rendszeren. Ezért németeknek jobban megér a tőkét alokálni Közép-Európába. Igen, de micsoda pofon volt. Itt jön a történet nekünk lényege, hogy a német tőkének ott egy lehetősége, például, hogy Szíriától akár Afrikának bármely országáig befektetéseket eszközölhetne, vihetne tőkét. És ott épít egy gyárat, és akik oda jönnek dolgozni, sokkal jobban járnak, akkor ott olcsó munkaerővel megtermelne, munkát adna nekik, ott maradna a munkaerő, és így tovább. De nem ezt az utat választották, ennek is ma már mi isszuk meg többek között a levét, illetve az egész, már mint Európa, tehát az a nyomás, ami ránk nehezedik. Ez egy alapdolog. Egyébként nagyon, csak még annyit hozzátennék, hogy nem beszéltünk Orbán Viktor javaslatában, van olyan, hogy például a migráció felelősök, akár a belügyminiszterek, akár a migrációs miniszterek országonként jöjjenek össze és dolgozzanak ki a Schengen-övezetből. A Schengen-övezetből. Tehát van legitimációk, választott kormányok küldik az embereiket, nem pedig arról, hogy a brüsszeli bürokrácia, vagy két nagy hatalom, vagy a gyarmattartó országok, Portugáliától, Hollandiáig, Belgiumig eldöntik, hogy jöjjenek csak a migránsok. Mi megszoktuk, mi tudjuk őket kezelni. Hát igen, mi még nem szoktuk, meg nem tudjuk őket kezelni, mert Magyarországra bejön, de 20 ezer arab, abból rövid időn belül 1,5 millió lesz. Egyébként János, bár így működne, hogy vezetők összülnek, megbeszél, bár így működne. De az ENSZ az, aki meghatározza, hogy hogyan működjön ez az egész, és az ENSZ az, aki aláírat olyan papírokat, hogy nem hiszed el. Hát az ENSZ-be innen viszik ki, hát az ENSZ önmagában úgy, mint ezt nem. Igen, de hát az ENSZ-ből jönnek ezek a szálak az ENSZ-ből, hogy például miért nem fogadták be a lengyel, a magyar, a szlovák, a cseh és a román munkaerőt, akik 4 évig várakoztattak minket, akik beléptünk az Unióban, 4 évig nem vállalhattál munkát, pedig most itt volt az olcsó munkaerő. Nem kellett nekik az a migráció kellett, mert azt mondták, hogy onnél kell beáramoltatni ide az embereket, Isten tudja miért. Hát azért nem munkaerőnek. Mert atomizálod, hogy a társadalmat, nincs ellenállás, letöröd a munkabéreket, de akkor legalább Ukrajnából hoznák, ott van egy nagy munkanélküliség, vagy Belarusziából, egy európai kultúrkörben. Megvannak azok az államok, hogy mit ők fel akarják higíteni a keresztény kultúrát, de ez annyit normális munkaerő legyen. A felhígított társadalom a cél. A eddiginél is jobban széttört keresztény európai társadalom. Egy atomizált ember, aki nem már ellen végre. Köszönöm. Gépként dolgozik, ha kell, kész, és nem beszél vissza. Ennek egyébként van létjogosultsága, vagy létrejöhet ez a schengeni határokon belüli együttműködés, amit Orbán Viktor javasolt? Hát mi azért dolgozunk most, aztán, hogy ebből mi lesz, nehéz megmondani, nyilván a politikai folyamatok egyes országban, hogy kikerül kormányra, az is meghatározza majd. Mert hiába beszél nekem egy belga vagy egy luxemburgi, amelyik ott van, még saját országos ellenzékben van, és 3 képviselővel is követelő, hogy lépjen ki egy ilyen kormányzó párt a PP-ből, amikor nem jelent fajsúlytalan. De az a lényeges, hogyha egy olasz mondja, amely kormányoz, egy lengyel mondja, amely kormányoz, egy spanyol mondja, amely kormányoz, tehát a kormányzó erők az igazi meghatározók, hiszen alapvetően egyébként Európa mai napig államok szövetsége, nem pedig megválasztott bürokraták. Csak néha Brüsszelbe ezt elfelejtik. Igen, és kicsit elszakadnak az élettől. Térjünk át akkor egy másik témára, Hazatérők címmel, Venezuela drámájáról, az ott élők magyar exodusáról forgatott kollégánk Tóth Gábor. Mindannyian láttuk a filmet, vagy legalábbis javarészét a filmnek. Hát voltak olyan jelenetek, amiket megkönnyeztünk, azt hiszem egyetértünk ebben. Tanulságos történet, és hogy mennyire nem tud az ember elmenekülni a sorsa elől sokszor. Ki kezdi? Ez az érdekes egyébként, hogy 2019-et írunk. Ebben ez a legszörnyűbb. Mennyit? Tehát hogyha azt mondod, mennyit írunk, 2019-et? Igen. Hogyha azt mondod, hogy ez 1900-as csak az érdekes, évek... hogy, bocsánat, Venezuela számára érdekes, hogy szerintük, mintha megállt volna az idő nekik 49-ben vagy 50-ben. Valahol ott. 51-ben valahol ott, ugye? Ezért mondom a Venezuela számára. Elképesztő, hogy ideig jutottunk, hogy ebben az évben emberek ezrei indulnak el, vissza az abból a hazából, ahonnél pont az, ez az államforma elől menekültek. És képtelenek visszajönni, és azon tanakodnak, hogy ja Istenem, az is jobb volt, ami akkor itt volt Magyarország, mint ami most van Venezuelában, legalább nem 3 kiló kenyeret tud venni egy hónapban, nem tud venni 8 kilót, mert körülbelül annyi volt régen az 50-es években a kenyeradag. De szóval
elképesztő, és az az elképesztő, hogy ezek óriási magyarok. Tehát amit a film, ahogy a film bemutatja, ezek összetartanak, ott van néptánc kultúra, ott a verseket elszavalják, gyönyörűen hisznek a versek tartalmába, és sokkal fontosabb nekik, ez ugyanaz, mint az erdélyi magyaroknak, meg a kárpátaljai magyaroknak, sokkal fontosabb ez az ország, ez a haza, mint annak, aki itt él, és itt éli meg a mindennapjait, és aránylag boldogul. Tehát ezek az emberek most sírva jönnek haza, és próbálnak újra kezdeni abban az országban, amit elmenekültek. Szóval én nem tértem magamhoz a film után, hogy itt tartunk 2019-ben, nem lehet rendet rakni. Jó, oké. Tudjuk, hogy Venezuela egy olajgazdag ország, és ezért óriási a harc. Óriási a harc. Most például ugye Nyugat összefogott, hogy egy ellenzéki elnököt beültessenek a mostani regnáló elnök helyére, mondjuk rá is férne arra az országra. Nem tudom, mi lesz, ki kell írni ott napokon belül egy választást, ez a mostani trend, és majd eldönti az ország, hogy kit akar elnöknek, ezt a mostani kommunista vezért, vagy pedig az ellenzéki vezért. Én drukkolok nagyon, még így is, hogy gyanús nekem, hogy Amerika, Kanada, Franciaország, hát mindenki, igen, mindenki beállt, ugye, hogy azért mégis, ahol olaj van, csak ott van ekkora ország. Valahogy a szegény országok, amik a diktatúrába jönnek, azok kevésbé mozgatják meg a nyugati cégeknek, igen, a fantáziáját. Igen, ilyen olajgazdag ország. Igen, szóval ez egy kicsit gyanús így, de hát most minden, az a lényeg, a tény az nagyon makacs dolgok a tények, és nehéz elvonatkoztatni, az emberek onnét menekülnek, tehát valami nem stimmel. Nekem két dolog jutott eszembe ezzel kapcsolatban, az egyik, hogy tényleg döbbenetes, hogy Venezuelába, ahol a világ legnagyobb olajtartaléka van, és más kérdés, hogy milyen minőségű, de akkor is több, mint Szaúd-Arábiába is, összesen annyi, mint Iránba és Irakba összesen. Egészen elképesztő mennyiségről beszélünk, hogy ott a szocializmus mire volt képes. Ezért pár évvel ezelőtt Donald Trumpnak volt egy nagyon jó beszéde, talán a kommunizmus áldozatainak emléknapján az ENSZ-ben, ahol nagyon frappánsan fogalmazott, azt mondta, hogy Venezuelában is, amikor elkezdődött a balhé, nem az a probléma, hogy a szocializmust hibásan interpretálták, amire ugye számtalanra szoktak baloldaliak hivatkozni, hogy hát igen, most sem sikerült megvalósítani a szocializmus, de majd következőre sikerülni fog, talán pár millió áldozattal kevesebbért, hanem azt mondta, hogy nem, Venezuelában az a baj, hogy helyesen sikerült megvalósítani a szocializmust. Az élő, létező szocializmus ilyen, ami egy hihetetlen komoly anyagi erőforrásokkal rendelkező országot tönkretesz, teljes mértékben tönkretesz. És a másik, ez megint az ellenzék, a saját kis ellenzékünknek és a sajtójának a, hát hogy úgy mondjam, a bizonyítványa, ahogy ezt is szégyentelenül felhasználták a saját politikai pecsenyék sütögetésére, mármint azt, hogy a venezuelai magyarok jöttek és beállították olyan migrációnak, olyasfajta tettnek, mint hogyha a magyar kormány ide nem tartozó, hihetetlen, ki tudja milyen környezetből érkező embereket fogadott volna be, miközben erről szó sincsen. Tehát a nemzettársainkat fogadtuk be, akiket persze lehet, hogy mit tudom én, egy-két nemzedékkel már kevesebb a kapcsolódási pontjuk, talán rosszabbul beszélnek magyarul és a többi, de akkor is az identitásukat tartják. Ők büszkén mondják azt, hogy magyarok, még akkor is, ha esetleg kulturálisan már kevésbé tartoznak. Az unokáik is mondják. Büszkén mondják. Hát azt hiszem, egy nemzetállamnak az egyik legszentebb kötelessége az, hogy azokon a nemzettársain segítsen, akár több ezer kilométer távolságban is, akik bajba kerülnek. Igen, és az, hogy az ellenzéki sajtó ezt így állítja be, ez döbbenetes. De ennél rosszabb a helyzet, de nem kétséges, hogy tárt karokkal kell fogadni. Egyébként nem tudom, ki a Tóth Gábor a rendező, de nagyon jó a film. Élőben láttam a tévében. Igen. Jó a film valóban, és több ilyen kéne egyébként. Több helyen van ilyen, Argentinától Mexikóig meg lehetne csinálni, és valóban tartalékot is jelenthet Magyarország számára. Fogadjuk be mindenképpen, sőt, ajánljuk föl azoknak a szegényeknek, akik nem tudnak érvényesülni bármilyen oktál fogva, hogy jöjjenek vissza. Magyarország az ő helyük. A BBC közölt egy olyan fölháborító szöveget, olvastam, valószínűleg egy internetes honlapon jelenhetett meg, hogy hát ezek, akiket visszafogad most Magyarország, a Horthy támaszai voltak. Ez döbbenetes, ezt nyilván magyar ellenzéki politikusoktól vették, és azért döbbenetes, mert szerencsétlenek nem gondolja azt, hogy ugye 45 után a kommunista diktatúrától menekültek el. Eszébe nem jut egy BBC tudósítónak, hogy ilyet leírja, hogy ezek menekült emberek, nem véletlen hagyták el az országot, és kerültek oda. Ha demokrácia lett volna, itt maradtak volna, meg a szabadság földje lett volna. Persze Churchill hozta a nyakukra, amikor eladta Sztálinnak Közép-Európát, és kiosztották itt a régiót egymás között, leengedték egy kis sárga papíron, hát aztán 10 év múlva valóban leengedte Churchill a vasfüggönyt, de ez egy külön történet, ez még messze nincs megírva, most kerülnek elő azok a dokumentumok, amikor négy szem között
két menetben, Sztálinnal megegyezett 43-ban, 43 decemberiben, meg még később, szerencsétlen amerikaiak már kész tények előtt. A BBC ezt tudta, hogy Horthy támaszai voltak? Az Horthy támaszai, így van, volt ilyen, meg hortisták, meg hasonló jelzőket. Na most ezeket, ezért mondom, hogy itt a probléma, hát hanyadik generáció van már, hát mit tehet arról, hogy az apja vagy a, még tételezzük fel, hogy Horthy támát legyen, de már ennyi generáció után, és ezek, na most valaki, még az is ott van ez egyik hírben, hogy az emberek ott panaszkodtak egy évvel ezelőtt balatonöszödi üdülőbe, hogy színes bőrű emberek jönnek. Na most ugye összeházasodtak venezuelákkal, venezuelának ugye nyilván sötétebb lehet a bőrük a napfény miatt, és egyenlítő ott húzódik végig. Tehát ez mondja egy nem rasszista BBC, ezt fölveti. Hát ez azért önmagában is többenetes, nem? Ennyit, hogy csöndbe tegyük ezt a nem rasszistát. Hát önmagában kérdés, hogy a migrációt vagy a migránsokat szívesen befogadná ez az ország, a menekülteit, a saját hazafiait meg nem fogadhatja be, ez most akkor abban a liberális sajtó hát szerint. Az erdélyi magyarokat se akarták befogadni 2004. december 5-én. A 89-ben a Ceausescu rezsim bukása után is. Ugyanez volt a helyzet. Ez ugyanaz a réteg, aki az erdélyi magyarokat románozza, lenézi, semmibe veszi, aki 2004-ben teli szájjal röhögött és örült azon, hogy nem kapták meg a kettős állampolgárságot. A kárpátaljai magyarokat. Így van. Sajnos van egy ilyen rétegünk, nem tudunk mit csinálni, elviseljük. Remélhetőleg az interneten hozzáférhető lesz ez a film, azok kedvéért mondom, akik esetleg lemaradtak róla. Nagyon érdekes és tanulságos volt látni, ahogyan őrzik a magyarságukat. A népviselet, a táncok, amiket ti is mondtatok, a nyelv, hogy mekkora támasz tud lenni, akár több ezer kilométerre, vagy több tízezer kilométerre, és egy 5-6 ezeres kolóniáról beszélgetünk, ugye ezt a múltkor kitárgyaltuk. Egymás segítik például, aki elveszíti a munkahelyét, a többiek besegítenek neki, vagy családilag férje hirtelen meghal, ugye elhangzott, hogy lelőtték a férjét, az egy hirtelen meghal valami miatt, akkor a többiek összeadják a pénzt, hogy a gyerekei tanulhassanak. Tehát annyira összetartó a magyar kolónia, még ott az egyház is a maga boldog. A kultúra az, ami megtart. És akkor a nyelv. És akkor a kultúra és a nyelv. És akkor megint látjuk, hogy nem véletlen, hogy a mostani európai elit és a mögött álló erők miért a kultúrát akarják szétverni, igen, miért a nyelvi kultúrát akarják megszüntetni. Azért, mert ez egy olyan kohéziót jelent nemzettárs és nemzettárs között, ami feloldhatatlan. Ezért szeretnék szétverni. És egy kicsit ezek a műsorok is, mint a civil kör, mert nekem rengeteg levél jön Kanadából, Ausztráliából, hogy nézzük ezt a műsort, és imádják, és hogy ne hagyjátok abba, de hogy hagyjuk abba, eszünk ágába sincs. És csak még egy kitétel, tehát azok, akik most Magyarországra gyakorlatilag hazatérnek, még ha nem is a saját maguk döntése volt ez, ők képzett nyelvet vagy nyelveket beszélő szakemberek, tehát ne hasonlítsuk össze azokkal, akik egészen más kultúrkörből érkeznek. Persze. Tehát őket beilleszteni az itthoni rendszerbe valószínűleg nem lesz annyira. Tudják, hogy mi az, hogy munkaerőpiac, tehát abszolút kreatívak, dolgoznak. Leegyszerűsítem, tudják, mi az, hogy munka. Beszélik a nyelvet mondjuk elsősorban. Ez igen, tehát ők örömmel jönnek, sőt, munkáért is jönnek ide. Tehát... Ez a szokásos fake news. Tehát azt mondják, hogy migrációs, a migránsokat akarja befogadni a kormány, miközben arról van szó, hogy egyébként magyar származású, keresztény kultúrkörből érkező, nyelveket beszélő, szakképzésben részt vett, szakmával rendelkező emberek érkeznek az országba. Erről van a legegyszerűbben szó. Még egy hír a végére, megbüntették azokat az ellenzéki képviselőket, akik decemberben a parlamentben akadályozták a normális üzemmódot. Összesen több mint 5 millió forint értékben 8 ellenzéki képviselő kapott büntetést. Mit gondoltok? Megbüntették? Erről? Szerintem a büntetést a hajduk csinálták, mikor deresre húzták a bűnöst és a talpát jól megveszőzték. Hát ez nem büntetés, hogy levonják a fizetésed egyharmadát, mert akkora fizetések vannak, hogy sok embernek fel se tűnik, ugye, hogyha bizottsági fizetéseket még mellé teszed. De minden esetre örüljünk, hogy legalább ennyire van jog, és ennyire van felelősségre vonás, hogy gondolkozzon el azon, hogy érdemes-e fütyülni, mert azért a 350-400 ezer forint, sőt egy teljes 900 ezer forintos, ugye az önálló képviselőknek, tehát a nem pártag delegált képviselőknek is ott az egész pénzt elmondták. De hát az országházában megvan szabva, hogy miért küldték az emberek oda őket, miért választották meg. Ha most nem azt csinálják, hanem sippadóban, náli hegedűvel játszanak, akadályozzák a munkát, akkor méltatlanná váltak arra a feladatra. Igazából vissza kellene hívni az ilyen képviselőt, aki akadályozza. Volt ilyen Magyarország történetében az obstrukciós időszak, ugye, a Darabont kormány idején, a 900-as évek elején, 905-6-ban egy ilyen időszak, aztán megtiltották ezt jogszabályilag. Na most én azt gondolom, hogy ezt nem hangzott el, hogy kórházi ágyakat
vásárolnak abból a pénzből. Igen, azt szeretnék, hogyha ez célirányosan lenne elkölt kórházi ágyaknak. Néhány száz kórházi ágyat lehet venni belőle, hogyha egy havi fizetést mondtak el, talán nem tudom, egy havi többségét. Mennyit? Egy havit. Átlagban egy-egy havit mindenkitől. De számomra a legplasztikusan, hogy egyébként az ellenzéki fegyvertelenségnek a tényét, jelen valóságát mindig az mutatja meg, hogy Hatházi Ákos és Szél Bernadett, aki ezeknek a cselekvéseknek általában mozgatórugói szoktak lenni, ők azok a személyek, akikre még a saját szűke politikai közösségük sem tartott igényt. És akkor mindig felteszem a kérdést, hogy tulajdonképpen kit képviselnek? Tehát ők már az LMP szavazóit, ami amúgy is egy viszonylag visszafogott szám, de legalább el lehet mondani, hogy valóban jogos felhatalmazással kerültek a törvényhozásba, de már őket sem képviselik. Hát a saját közösségük mondta nekik azt, hogy rátok nem tartunk igényt. Tehát amikor ők valahol éppen fennforognak, kerítést másznak, vagy éppen... Tudjuk, hogy honnan van a támogatás, ezt nagyon jól tudjuk. Hogy hát igen, de szóval amikor éppen megmutatkozik, hogy ők mibe is képzelik el ezt az ellenzéki munkát, akkor mindig felteszem magamba a kérdést, hogy de ők kit képviselnek? Ki számára mutatják meg, hogy milyen Magyarországot szeretnének? Hát őket senki sem választotta meg semmire. Na most azért más útja is lehetett van az ellenzéknek. Tehát például, ha még nézzük, hogy milyen lehetőségek vannak, Mexikóban, ha a köztársaságnak egy beszámolót ad, és az ellenzék nem fogadja, akkor föláll, hátat fordít, és végig a beszámolót háttal áll. Kész. De legalább nem zavarja. Komikus volt számomra, amikor ezt láttam, de nem zavarja, elmondhatja, de protestál. Van, ahol az Angliában morognak végig, ugye ez a morgás joga fönnáll. Nálunk pedig az, hogy odáll a pulpitusa és megakadályoz és fütyül, tehát ez hát a stílus a maga az ember, rendszer, ugye mondják. Igen, stílus maga a politikus. A demokratikus rendszer működését nehezíti. Ukrajnában ütik, verik egymást. Na, az a legrosszabb. Az egy következő lépés, igen. Az is egy kérdés persze, hogy inkább sípoljon, vagy inkább próbáljon meg transzparensekre írni, vagy bármire, tehát hogy a helyesírás határait feszegesse. Ezt most félig viccesen kérdezem, de hogy a parlamenti munka, vagy az érdemi munka helyett hová jutottunk? Szerintem a saját inkompetenciájuknak a bizonyítéka az, amit az elmúlt időszakban látunk az ellenzékektől. És nekem egyébként egyre inkább meggyőződésem, kicsit humoros éllel mondom, hogy ezt nem igaz, hogy nem direkt csinálják. Tehát ezek a helyesírási hibákba oltott hülyeségek, a különféle performance. Bármi csak történjen? Igen, tehát hogy egyszerűen nem hiszem el, hogy ezt nem direkt csinálják, hogy ennyire... Ezokni is ilyen performance, azért ne. Föltételről, hogy tudnak helyesen írni? Csak hogy tehát, 2010 előtt is meglehetős kritikával lehetett a baloldali politikusokat illetni, de legalább volt köztük politikus. Volt köztük olyan ember, aki a szakmáját értette és a szakmáját űzte. Ez így van. 2010 keresztül... óta, így van. 2010 óta a politikai szakma, ami egy szakma, akármit is mondanak, főleg a baloldali sajtóban, hogy politikusok így úgy, nem, az is egy szakma. Egyszerűen eltűntek a baloldalról a politikusok. Talán én mondanám, 2014. Azóta az utolsó, talán azóta az utolsó. Azóta aktivisták vannak, akik különféle helyeken fennforognak. Semmifajta politikusi fineszt nem lehet látni és a baloldal. Ezért nem szabad csodálkozni, hogyha a baloldal ott áll, ahol áll. Így van. Ahol sikerült nekik, az ellenzéknek kitermelni a legerősebb kormánypártot Európában. Saját produkcióira. Jó szokásokat tartsák meg. Azért maradjunk éberek és nyugodtak. És tartsuk szárazon a puskát. Ez a legfontosabb. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük. Köszönjük. Önök a Civil Kört látták, mára köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is, viszontlátásra.